Ha szeptember, akkor Salgótarjánban civil hónap. Salgótarján civil társadalma idén is színes programokkal készül a civil hónapra, mely rendhagyó módon október 9-én zárul díjátadóval és az idősek világnapi gálával. Az idei motto az esély a civileknek, derült ki szeptember 2-án a civil hónap kapcsán tartott sajtótájékoztatón. Esély a művelődésre, a kulturálódásra, a tudás megszerzésére, de esély az egészségügyi ismereteknek a bővítésére, esély a hagyományőrzésnek a megerősítésére, és esély szociális ügyekben különleges, nehéz helyzetben lévő társadalmi csoportok számára is, amelyeket a civilek lelkiismereti kérdésként is tekintenek, hogy segítsék ezeket a csoportokat. Bódi Györgyné doktor, a civil kerekasztal elnökeként két jelentős eseményt is kiemelt a hónap kínálatából. Szeptember 17-én nagyszabású egészségnap, szeptember 26-án és 27-én pedig a kutatók és élmények éjszakája szerveződik meg a városban. Mindkét program széles körű együttműködés keretében valósul meg. Ez a partnerség azonban jellemzi az egész hónapot, mondta Uramecz János, a kerekasztal alelnöke. Kisközösségek, csoportok, bejegyzett és nem bejegyzett szervezetek együttműködésében valósulnak meg ezek a programok, és én mindig vallom, hogy ez az esély az együttműködésnek is szóljon, hogy lehetőséget adjon az embereknek a közös élményekre, közös programokra, és hogy együtt éljék át ezeket a programokat, és ebből tapasztalatokat, élményeket szerezzenek. A civil hónap során egyébként több mint 30 rendezvénnyel készülnek az egyesületek a helybéliek számára, meg annyi témát érintve.